rajtunk nincs kezdem beszélni, mert most pont olyan szituációban vagyunk, amikor az ember nem beszél, csak így hátradől és jó érzi magát, mert itt vannak a barátai, és sokan vannak, meg a gyerekek, meg minden, és akkor kijövünk egy kicsit ide a természetbe, és nem csinálunk semmit, csak élvezzük egymás társaságát, meg azt a helyet, ahol vagyunk. És az, hogy ehhez kapcsolódnak terepjárók, az most itt szerintem annyira nem is szempont. És ez a jó ebbe az egészben, tudod, Gyuri, hogy itt nem mindig arról szól minden, hogy nyaki sárba hemperegjünk, hanem arról is, hogy jöjjünk össze, legyen egy normális társaság, és akkor nézd meg, főzőcskézünk, sütikézünk, mutasd meg az egészet. Ha nem sok, az mit jelent? Megnézzük itt a repülés régészeti kiállítást, és együtt vannak az emberek. Egymáshoz tudnak érni, így mint most én hozzád, egymással beszélgetnek, témáznak, megvitatják a gondjaikat, nevetnek, jókedvűek, mert együtt kell lenni. Az, hogy az autók azok az eszközök, amik ezt lehetővé teszik, az egy dolog, és ez egy tök jó sztori, de nézd meg, például ők is jól érzik magukat. Menjetek ki ti is barátaitokkal, szervezzétek össze, dőjetek hátra, nézd meg Attila bátyádat is, hogy... Ennek látod? Öreg rája, baszik rája. Ezt annak idején úgy mondtuk, hogy ez egy jól szerkesztett nap volt, amikor mindenki úgy megy haza, hogy tanult valamit, több lett, kint volt a friss levegőn, felszívtál D-vitamint, jó emberekkel voltál, jó helyen voltál, jó közegben voltál, ez balzsam, ez gyógyít, ez épít, stb. Ez kell, na, baszki, most mit mondjak neked? Arra. Hova megyünk?